Négy év után mindössze három buli erejéig ismét színpadra állt a Blind Myself. Ezzel kapcsolatban a banda énekesét Tóth Gergőt kérdeztük. Tartsatok velünk! Emlékeztető Suri 2 néven fut most ugye ez a kis mini turné. Mesélnél egy kicsit arról, hogy már a Covid előtt mennyire megelőztétek a korotokat ezzel a Suri történettel? Sokszor megelőztük véletlenül a korunkat egyébként, ez jellemző ránk, de az emlékeztető Suri az tényleg most lett igazán vicces. Egyszer akartuk ezt elsütni, viszont aztán közben jött a Covid, és egy csomóan írtak, hogy mikor lesz emlékeztető Suri 2, és akkor maradtunk ennél a névnél. Egyébként, amikor feloszlottunk most már jó pár éve, 6 évvel ezelőtt, akkor volt egy olyan tervünk, hogy ez nem végleges ez a dolog, hanem időről időről visszatérünk, és nyomunk pár koncertet, de nem fogunk teljesen visszatérni, ez egy ideiglenes dolog, most 3 koncert van, itt Debrecenben, holnap Pécsen és Budapesten még egy buli lesz 2 hét múlva. Akkor szépen itt a két végletet bejárjátok, és utána középen találkoztok majd a rajongókkal. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig, mennyire várják az emberek ezeket a koncerteket? Hát elég izgultam, mert 4 év telt el az utolsó óta, és nem akartuk beleerőltetni ebbe a covidos őrületbe, ami volt, amúgy pont lett volna egy 25 éves évszámunk, amit elpuskáztunk emiatt, úgyhogy most már 27 éves a zenekar. Nagyon sok e-mailt, üzenetet, mindenfélét kaptunk, de azért aggódtunk, hogy mennyien lesznek igazából kíváncsiak, de hál' Istennek egyre jól állnak a jegyek, úgyhogy nem aggódom. Most már, illetve készítettünk egy új dalt is, az pont tegnap jött ki, úgyhogy annak éppen most az első pillanatait éljük, hogy mi történik ezzel, hogy 6 év után újra új dalunk van. Képi világra nagyon odafigyeltetek, természetesen megnéztem a klipet is, baromi jó lett, a dal is természetesen, illetve a klip is. Ilyenkor most már még több időtök van arra, hogy ha valamit kiadtok, akkor abban még több energiát tudtok beletenni? Még jobban odafigyeltek, szőrszálhasogatóbbak vagytok, vagy most egy kicsit már szerelemből jön ez az egész, és jobban el tudtok engedni dolgokat? Hogy működnek most ezek a történetek nálatok? Úgy működik, hogy a munka mellett, amikor éppen van egy kis időnk, akkor összerakunk dolgokat. Tulajdonképpen majdnem egy egész lemezt is összehoztunk emellett, amit majd valószínűleg jövőre fogunk kiadni. De ez lényegében tényleg majdnem azt mondanám, hogy 6 év munkája. Most is egy rohadt nagy örület volt az egész forgatás, meg minden, szóval, hogy nem mondanám azt, hogy annyira nyugodtan és lazán zajlott, ahogy mondtad, hanem inkább kicsit kaotikus volt, és elég stresszes is ez az egész, hiszen a munkáink mellett még ez is bejött egy olyan pakk, amit már egy kicsit el is felejtettük, hogy ez mennyi munkával is jár. Szóval rendesen megizzadtunk, meg rengeteg feszkó volt, de nagyon örülök, hogy a végeredmény az szerintem is nagyon szép lett. Nagyon fontos nekünk az, hogy vizuálisan milyen legyen a Blind Myself, és erre költünk is, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos üzenet mindenki számára, hogy ez egy komolyan gondolt projekt. Akárki fia vagyok én, keveredik bennem a vér, az a sok ezer nemzedék lassan összeér. Akárki fia vagyok én, keveredik bennem a vér, az a sok ezer nemzedék végül összeér. We'll be right back.
megnéztem a Richcast című podcastet, amiben nemrég voltatok benne, és adtál egy interjút, és ott mondtad, hogy neked tulajdonképpen gyermekkorra eredeztethető vissza az, hogy végül is te most miért kerültél az ilyen típusú zenék közelébe és zenei pályára, mert hogy te alapvetően egy visszahúzódó gyerek voltál. Hogy éled most meg, hogy jó döntés volt az, hogy pont egy ilyen irányba sikerült elmenni, megkapod azt a szeretetet, amire vágytál, illetve ki tudod magad üvölteni rendesen? Hát azt a szeretetet semmiképpen, ami hiányzott, vagy hiányzik az életemből, azt semmiképpen nem csak ettől kell várni, azt gondolom, mert az egy nagyon csalóka dolog, hogy most éppen felülünk a színpadra, szeretnek minket, hazamegyek, és akkor már az a szeretet két nap múlva azért elmúlik. Ezt teljesen újra kell másképp építeni. Máshogy kell gondolkozni, máshogy kell feltölteni az életemet, úgyhogy most pont nem azért csinálom ezt, hogy feltétlenül szeressenek, hanem azért, mert inkább ez egy fun projekt, és inkább ezért. Ettől függetlenül, ahogy elkezdtük ezt csinálni, egyből bejöttek ezek a rossz beidegződések, és a csúnya narcizmusomnak bizonyos pontjai bejöttek. Például pont most szúrt le a dobosunkkal, hogy a forgatáson így átmentél az embereken néha, és észre sem vettem, mondom, én nem is emlékszem erre. Na látod? Szóval, hogy ezekre nagyon figyelni kell. Amikor felismersz egy problémát saját magaddal, az nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban megoldódott, hanem iszonyatosan dolgozni kell azon, hogy ne csak észrevedd, hanem mielőtt kimondasz valamit, vagy csinálsz valamit, vagy átgyalogolsz valakin a forgatáson, azelőtt már eszedbe jusson, hogy ne csináld meg. Szóval, hogy ez nem egy könnyű folyamat. A pszichológusom szerint a legjobbaknál is egy jó 5 év, mire le tudja küzdeni, és én még ráadásul nem is vagyok annyira durván narcisztikus, mint olyanok, akiket ismerek, és nagyon azok. De még ennek ellenére is azért elő-elő fordul, hogy ezekre figyelnem kell. Ezen dolgozom most. Köszönet a fényért, köszönet az idődért, köszönet a keresztért, köszönet mindenért. We are not going to go, én megadom nekik. Végezzenek eddigra, az életesszel ismerik. Úgy sem lesz működés, vagyunk annyira csúcsban. Elmondhatjuk azt, hogy a Blind Myself a számodra egy szerelemprojekt maradt. Nagyon kíváncsi vagyok arra az érzelmi részre, ha már előbb is ezeket a húrokat pendítettük, hogy most, hogy 4 év után újra munkába kezdtetek, milyen plusz dolgokat hozott ez elő belőled? Ahogy említetted, még mielőtt az interjú előtt beszéltünk, hogy ültetek a kis buszban, és akkor jönnek elő a sztorik. Egy pozitív visszacsapódása van ennek az egésznek most így benned? Meg tudod élni a pillanatot egyébként? Igen. Az tényleg a legjobb az egészben, hogy újra találkoztam a zenésztársaimmal, amellett, hogy egyébként nem szeparálottunk el annyira, rengeteget voltunk különböző szempontból együtt, beszéltünk, stb. Tehát, hogy mi nem úgy váltunk szét, hogy utáltuk egymást, hanem nagyon szerettük egymást. Tehát azért volt kommunikáció közöttünk, de most, hogy ennyire sokat találkozunk a próbákon, meg a buszban, meg mindenben, így rengeteg olyan pozitív dolog történik, meg hát nyilván a legkellemetlenebb történetek, amikre jó visszaemlékezni. Ilyenekből kéne csinálni egyszer egy adást, bár nem tudom, hány ember sértődne meg a végén. De nagyon jó. Nagyon jó ez az egész, és abszolút pozitív az egész, és meg lehet élni a pillanatot, igen. Térjünk egy kicsit vissza a zenére. Említetted, hogy jövőre szeretnétek kijönni egy új albummal. Mit lehet erről tudni? Ti zeneileg amúgy is sokat változtatok, a nyelv is változott maga, korábban nem voltak refrének, most vannak mostanában refrének. Mire számíthat most az, aki szereti a Blind Myself-et? Lesznek refrének, jó pár különleges dalunk van. Aki a négyszögölt szerette, az ezt is szerintem szeretni fogja, annak egyfajta evolúciója szerintem. Nagyon szerettük azt az albumot, és az emberek is nagyon szerették szerintem, amennyire egy underground metal zenekart szerethetnek, de ezen belül az nekünk egy tök jó, tök nagy siker volt, és azt a vonalat vittük tovább, de azért lesz mindenféle
vadabb is, lájtosabb is lesz közreműködő. Még csináltunk a Wolfival, a Punaniból, még ővele volt egy közös darunk, a Testem a Vászon, és vele csináltunk egy Valláskárosultak című dalt, amit már legalább 3 éve vagy 4 éve vettünk föl, tehát nagyon durván régen megvan. Azt is kiadjuk, és még lesz talán egy-két feat a lemezen. Most még van 3-4 dal, amire még nincs szöveg, és azt most csináljuk. De már tulajdonképpen 6-7 dalunk teljesen készen van. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, ne felejtsetek feliratkozni az Alföld Televízió YouTube csatornájára, várjuk a kommentjeiteket, de ezen kívül megtaláltok minket természetesen Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Sziasztok!